A Mi Hazánk mozgalom a leghatározottabban tiltakozik a katás adózás tervezet módosítása ellen. Úgy látjuk, hogy a kormány nehéz tüzérséggel kezdi el lőni a katás vállalkozókat, és a fürdővízzel együtt nem csak a gyermeket, hanem az egész óvodát kiöntik. Egészen elképesztő, hogy szeptember 1-től kizárólag főfoglalkozású egyéni vállalkozók, kizárólag csak magánszemélyek részére nyújthatnak szolgáltatásokat, és adhatnak el különböző termékeket. Minden, ami ezen a megfogalmazáson kívül esik, már nem végezhető katás tevékenységként, vagyis mellékállásban sem lehet katázni 2022. szeptember 1-től, és gazdasági társaságok, cégek, sőt tovább megyünk, állami önkormányzati szervek számára sem lehet katás formában tevékenységet végezni és számlát kiállítani. Ahelyett, hogy a hatalmas pénzügyminisztériumi apparátus a tevékenységi körök átvizsgálására vette volna a fáradtságot, és azokat a tevékenységi köröket helyezi ki a kata hatályán kívülre, amelyek valóban nem igényelnek ilyen kedvezményes adózást, egy totális megoldást választottak, és gyakorlatilag több százezer magyar ember megélhetéseit nehezítik el már másfél hónap múlva, hiszen jelen pillanatban azt tudjuk, hogy legalább 108 ezer honfitársunk mellékállásban űzte a katát. Ez közvetve, vagy éppen közvetlenül 400-500 ezer magyar ember, 400-500 ezer magyar ember megélhetését érinti, mégpedig havi szinten húsba vágó módon. Az pedig, hogy állami és önkormányzati szektor számára sem lehet ilyen adózási forma mellett szolgáltatást végezni, vagy terméket eladni, az állam számára ezen a területen is jelentős drágulást fog hozni. Azt látjuk tehát, hogy vajuttak a hegyek, és egy rendkívül torz kisegeret szültek, amely azonban nagyban vissza fogja vetni ezt a kiváló adózási formát, amelyből eddig évente 150 és 250 milliárd forint adóbevétel folyt be. Minden egyes adóévben jóval több volt a bevétel, mint amit előzetesen beterveztek. Egy könnyen átlátható, egyszerű, könnyen ellenőrizhető adózási forma volt egészen szeptember 1-ig. Ezt a kormányzat szűklátókörű szemlélettől vezérelve teljes mértékben tönkreteszi. Éppen ezért a Mi Hazánk mozgalom természetesen nem fogja támogatni ezt a törvényjavaslatot, a Mi Hazánk frakciója nemmel fog szavazni, és igyekszünk eltéríteni vagy letéríteni a kormányt elől rendkívül helytelen és nagyon veszélyes útról.